Vidáman hintáznak a gyerekek a Malom óvodában Bonyhádon. A tavaszias idő még arra is lehetőséget ad, hogy a homokozóban játszanak. Jelenleg normál nyitvatartás szerint működik az intézmény, nincsenek korlátozó intézkedések az óviba járás kapcsán, viszont a nyári nyitvatartással, a beiratkozással és az óvodák felújításával kapcsolatban a napokban hozott döntés Bonyhádváros képviselőtestülete. Ezekről adott tájékoztatás Horváth Klára, a Varázskapu bölcsőde és óvoda intézmény vezetője. Ebben az évben is olyan jó helyzetben vagyunk, mint az elmúlt esztendőben, hogy a költségvetés olyan forrást biztosít az intézményi felújítások számára, amely lehetővé teszi azt, hogy az egyik legnagyobb óvodánkban, a Szélkakasos óvodánkban megvalósuljon a régóta várt gyermekmosdó rehabilitáció, majd 17 millió forint értékben. Miután ez egy hosszas folyamat, a technológiai határidőket figyelembe véve, ezért ez az óvoda június elejétől egészen augusztus végéig zárva tart, és teljes mértékben nehez igazítottuk a többi bonyhádi feladatellátási hely nyitvatartását. Figyelembe vettük a tavalyi év tapasztalatait, amikor ugyanezt történt a Liget óvodában, és végig tudtuk a szülők és a gyerekek számára az óvodai ellátást biztosítani az egész nyár folyamán, nem a saját helyükön, hanem egy másik óvodában. A gyerekek csoportba sorolása várhatóan április-május hónapban történik meg, amiről a szülőket kellő időben fogják tájékoztatni. Hogy tömbösítettük az óvodák nyitvatartását, az egyik tömbben 4 hétig a három óvoda, a Malom, a Liget és a Pittypang óvoda fogja tudni fogadni, a Szélkakasos gyerekeket, a másik tömbben pedig a Ficánka óvoda, ami a legnagyobb óvodánk, a nyár utolsó heteiben ők látják majd el ezt a feladatot. Minden óvodában szinte történik majd valami kisebb felújítás, kisebb-nagyobb felújítás, és közben plusz forrást kaptunk udvari játékokra is, tehát majd 10 millió forintot fogunk tudni erre is fordítani, igazán jó évünk van ilyen szempontból, és hát ezeknek a telepítése is megtörténik remélhetőleg a nyár folyamán. A másik fontos dolog az óvodai beiratás kérdése, erről is beszélt Horváth Klára. A jogszabály meghatározza a beiratás intervallumát, tehát minden év április 20-a és május 20-a között lehet ezt megvalósítani, és kell megvalósítani. És ennek értelmében a Bonyhádváros önkormányzati képviselő testülete meghozta a döntést, hogy a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvodába az óvodai beiratás időpontja idén április 20-a, 21-e és 22-e. Ez a beiratási időpont, ez a 3 nap tulajdonképpen adategyeztetésre szolgál majd, mert ezt megelőzi egy másik folyamat, készülve arra, hogy esetleg nem lehet személyes jelenléttel adatot egyeztetni, ahogy az elmúlt 2 évben a pandémia miatt ugye elektronikus úton lehetett benyújtani a beiratásra a jelentkezéseket. Hát idén is azt a megoldást választottuk, egy kicsit ilyen hibrid megoldás, hogy előzetesen megtörténik a jelentkezési lapoknak a kitöltése, és a beiratás tényleges időpontjában adategyeztetéssel valósul meg a beiratás, és nagyon reméljük, hogy április 20-án már személyesen oda lehet ülni egymással. Várhatóan a művelődési központban, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban fogjuk ezt megoldani. Az intézmény tagovodáiban, Izményben, Kisdorogon, Kisvejkén és Várajján pedig helyben az óvodákban. A bölcsődei beiratás egy későbbi időpontban lesz, erről a szülőket külön fogják értesíteni. A technikai információk közül nagyon fontos, hogy a jelentkezési lapokat már most lehet kérni a város óvodáiban, a polgármesteri hivatalban is hozzájuthatnak a leendő óvodásoknak a szülei, és letölthetik az intézmény weboldaláról, a varázskapuovoda.hu-ról, tehát ez már hozzáférhető. A jelentkezési lap benyújtási határideje április 10-e,
Tehát van idő, nem kell sietni. Háromféle módon lehet megtenni ezt a benyújtást. Benyújthatják a szülők elektronikusan a varázskapuovoda@gmail.com-ra, hogy kicsit magyarosan fogalmazzuk. Leadhatják a székhelyi intézményben, tehát itt a Malom óvodában, be lehet hozni személyesen a gondnokságra, de bedobhatják kinn a külső postaládába. Az oktatási hivatal március 1-én közli le az óvodaköteles gyerekek névsorát. Óvodakötelesek azok, akik idén augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Beiratkozhatnak azok is természetesen, akik a következő nevelési évben, tehát 2022. szeptember 1-je és 2023. augusztus 31-e között töltik be a harmadik életévüket. Ők felvételi előjegyzésbe kerülnek az ősziek óvoda megjelöléssel, a tavasziak pedig óvoda megjelölés nélkül. Fontos információ, hogy azoknak a gyerekeknek, akik egyébként az óvodába járási kötelezettséget 2022. szeptember 1-től külföldön teljesítenék, azoknak a gyerekeknek, illetőleg az ő szüleiknek is van feladatuk. A beiratás utolsó, a felvételi döntés utolsó határnapjától számított 15 napon belül az oktatási hivatalnál kell jelezniük azt, hogy gyermekük külföldön teljesíti az óvodába járás kötelezettségét. Ez az eljárás nem vonatkozik azokra a gyerekekre, akiknek már van jogviszonya és évközben mennek ki külföldre, hogy ott folytassák az óvodába járást. Ebben az esetben a szülőknek bejelentési kötelezettsége csak az intézmény felé van, az oktatási hivatal felé nincsen. Hát mi nagy szeretettel várunk minden családot, és azt szeretném elmondani, minden évben elmondunk, hogy a jelentkezés, a beérkezés sorrendje nem befolyásolja a felvételi döntést, szépen nyugodtan gondoljanak át mindent a jelentkezéssel kapcsolatban. A lapon két aláíróhely van, nem véletlenül, ahol a szülői felügyeleti jogot mind a két szülő gyakorolja, mind a kettőjük aláírására szükség van a jelentkezéshez.